Rácsodálkozás, viháncolás, turbékolás, játék minden mennyiségben és minőségben. Töpörtyűk és iperedők, cseperedők, szerető szülők, féltően gondoskodó nagymamák és nagypapák népesítették be a városház teret a gyermeknapon. Nagyon irigylem a gyerekeket, akiknek a kedvéért berendeztük ezt az óriási játszóházat itt a városház téren, mert bármerre nézek, igazából bármelyik tevékenységhez kedvet kapok, akár a festéshez, akár a hula-hop karikázáshoz, vagy a kézműves foglalkozásokhoz, buborékfújáshoz. Szerintem nincs olyan gyerek ma itt Fehérváron, aki itt nem talál kedvére való mókát. A nagyi emlékezik, Dóra unokája nosztalgiázik, ilyen is van. Az eredő közös, a család szentségét erősítik. Gyermekek lenni nagyon jó volt, mert mi tényleg úgy volt, hogy városi kislány voltam én is, de mindenféle játékunk volt, és az egyszerű játékok, tehát a homokozó, meg a biciklik, és nem ezek a mostani csodajátékok. A papáiknál vannak nyuszik, csibék, meg a másik mamánál lesz kutya, és én imádom az állatokat. És nagyon szeretek sétálni, meg biciklizni is. A fénylő napon a sokat látott városház téren jó volt gyermeknek lenni. A felsorolhatatlan látványosságok hada vasárnap nem viaskodott egymással.